Mekkora állománya van a Gyimesközi-Ploki könyvtárnak, és kik az olvasói? Mihó Edit könyvtáros. Gyimesközi-Ploki községi könyvtárunk könyvállománya több mint 11 ezer kötet. Az olvasóim azok a gyerekektől egészen a nyugdíjas korosztályig jelen vannak a könyvtár életében. Én nagyon remélem, hogy ez a Biblionet központ egy nagyon jó és nagyszerű lehetőség lesz a mi könyvtárunknak. Egyre kevesebb lehetőség van arra, hogy új könyveket megvásárolni. Nyilván a könyvet nem pótolja az internet, de hogyan egészíti ki? Végül is az internet által a mi kis könyvtárunkban az egész világ könyvtára jelen lehet az internet segítségével. Virtuális könyvtárakot tudunk behozni ide, és minden, ami minket érdekel, és esetleg az én könyvtáromban úgy, mint dokumentumot nem találhatunk meg, azt az internet segítségével hamar, rövid időn belül meg tudunk találni magunknak, és az információk, amik érdekelnek, azok gyorsan meg is születnek. Milyen szolgáltatásokat tesz lehetővé? Az internet ettől a naptól arrafele az ingyenes lesz, hozzáférhető lesz mindenki számára. Erre program is van, egy működési rendszabályzat is van, hogy hogyan használhatjuk a közösségi könyvtárban működő internetet. Ez biztos, hogy egy nagyszerű lehetőség lesz. Ide bejöhetnek átutazók is. És hogy mit ad nekünk még? Itt egy csomó mindent le tudunk majd rendezni, elkezdve bankszámlakifizetésektől, meg fogunk tudni különböző információkat. Most itt gondolhatok turisztikáról, elkezdve utazási jegyekre, meg mezőgazdasági támogatásokra, meg mindenfélét, ami az ég adta világon, most mondjam úgy, hogy bennünket érdekel, úgy, mint információ. Miben részesülnek konkrétan a könyvtárak ebből a programból? Bedő Melinda, a megyei könyvtár munkatársa, a program vezetője Hargita megyében. 19 könyvtár Hargita megyéből megújul olyan értelemben, hogy felújítják a könyvtárak tereit, berendezéseit, felújították, ez már meg is történt. Korszerű műszaki felszerelésekben részesülnek, egész pontosan számítógépekben, nyomtatók, szkennerek, és azon túl a könyvtárosok képzésben részesülnek, azért mindez, hogy megfelelően tudják működtetni a közösségi internet szolgáltató központokat a könyvtárban. Minden könyvtár egyenlő mértékben? Nem, a lakosság számának függvényében, például a Gyimesközi-Ploki könyvtár 4 számítógépet kapott. Vannak könyvtárak, amelyek kevesebbet kaptak. Ez attól is függött, hogy hány számítógépet tudnak megfelelően elhelyezni a könyvtárban, olyan módon, hogy a hagyományos könyvtári szolgáltatást ne akadályozza. Tehát a hagyományos könyvtári szolgáltatásba integrálódik ez az újfajta információs szolgáltatás, és így együtt próbálnak egy újabb minőséget nyújtani a lakosságnak. Ez egy jelentős beruházás. Hogy történik majd a szervizelése, a működtetése? Hiszen az internet szolgáltató is pénzbe kerül, és a számítógépeknek a karbantartása is. Az internet szolgáltatást a helyi önkormányzatok vállalták fel, és garantálják, hogy működtetni fogják ezeket a központokat. A számítógépek egyelőre garanciában vannak, tehát ez pillanatnyilag még nem tevődik fel. Tovább pedig a helyi közösségekkel vállalják a működtetést minden szempontból. Mekkora az értéke Hargita megyében ennek a projektnek? Több mint 3 milliárd 600 millió régi lej, mintegy 85 ezer euró beruházás érkezett egyszerre a megye könyvtáraiba. Ekkora mértékű beruházás így egyszerre, egy időben még nem történt a megye könyvtáraiba. A beruházásból részesült a Székelyudvarhelyi Városi Könyvtár is. Egész pontosan miben és hogyan egészíti ki ez a könyvtár szolgáltatásait Szabó Károly igazgató? Most a Biblionet program keretén belül a 2009-es évben mi 8 számítógépet kaptunk, ezek teljesen felszerelt számítógépek szoftverekkel együtt, és ezáltal tulajdonképpen a könyvtárnak egy új részleget tudunk létrehozni, ami a internetes számítógépes részleg lenne. Tehát gyakorlatilag az történik, hogy bárki, aki bejön a könyvtárba, az ingyen navigálhat a neten, használhatja a számítógépeket, dolgozatírásra, nyomtatás, szkennelés, stb. Új szolgáltatással bővül ezáltal a könyvtár. Ki áll a Biblionet program mögött? A Bill és Melinda Gates alapítvány programja ez, a Global Libraries kezdeményezés keretében, és az IREX alapítvány, az International Research and Exchanges Board adminisztrálja, kifejleszti ezt a programot Romániában. Ön képviseli ezt az alapítványt? Igen, Kanin Hemepli Franciska vagyok, én a program fejlesztés osztályán dolgozom. Jutottak Romániába. A Bill és Melinda Gates alapítvány több országban kezdeményezte ezt a programot. Latin-Amerikában,
Kelet-Európában, Észak-Európában, és így került többek között Romániában is ez a program. Hát a Bill és Melinda Gates Alapítvány 27 millió dollárt fektet ebbe a programban, és a Microsoft ugyanígy adományozza a szoftvert, aminek az értéke körülbelül 15 millió dollár. Nem, ez csak Romániában. Milyen volt a fogadtatás? Hargita megyében 19 könyvtár kapcsolódott be ebbe a programba. Ez viszonylag jó arány. Igen, ez egy nagyon jó arány, ez egy körülbelül átlag. Tulajdonképpen a megyei könyvtárak fejlesztik ki saját hálózataikat a megyén belül, és neveznek be könyvtárakat. Minden megyéből 20-at választottunk ki. Folytatása is van a programnak, tehát következő évben is meghirdeték? Igen, még két kör várható. A második kört már elindítottuk. Hivatalos elindítása ennek a programnak múlt héten történt meg Völcsában, az Oknelemár községi könyvtárban, ahol ugyanígy felavattuk a számítógépes szolgáltatásokat, amiket a közkönyvtár ajánl a közösségnek, és ebben a körben újabb megyei könyvtárak jelentkezhetnek hálózataikkal. Megkérdezhetem, hogy honnan ismeri a magyar nyelvet? Én bihari vagyok, Élesdről származom, és férjem által én is amerikai vagyok, de azért magyar. Mik a visszajelzések itt Romániából, hogy valóban eléri a célját? Igen, szerintem igen, mert a könyvtárosok nagyon lelkesek, és a helyi hatóságok is, akiknek ugye nagy szerepük van a program megvalósításában, nagyon segítőkészek, támogatják a könyvtárat, és ez egy nagyon kellemes meglepetés volt számunkra. A Gates Alapítvány szeretné, hogy az olyan közösségek is, amelyeknek nincsenek anyagi lehetőségeik, ugyanúgy hozzájuthassanak az információkhoz, amiket a számítógép meg az internet nyújt, mint más szerencsésebb közösség. Mondjuk így.